Karin, néztem a kis szólót, tetszett jobban. Legyél sokkal még csajosabb. Teljesen ilyen mai tini csaj. Telefon, minden is. Semmi nem érdekel. Elkényeztetett csaj, aztán... Aki elmegy minden mellett, az élet mellett, és aztán meg egyszer csak valami bekattan, ugye, és aztán meg elkezdi az értékeket megfogni. A fából faragott királyfi egy, azt gondolom, hogy egy nehéz darab. A csodálatos mandarint, csak hogy arányosítsa körülbelül mondjuk megcsinálta, amióta ez a darab létezik. 30 koreográfus, a fából faragott királyfit megcsinálta 8. A nehézség Bartók, aki markába tartja a koreográfust, ezt én úgy szoktam fogalmazni, mert hihetetlenül ritmikailag, hangzásilag, dramaturgiailag nagyon erős. Nem lehet eltérni a muzsikájától tartalmilag se. A koreográfusnak ez nagyon nehéz zenei feladat tulajdonképpen. Nem tartalmilag, mert a mese egyszerű, és nagyon egyszerűen meg van szabva, hogy a királylány könnyed zenéje, meg a fabáb ritmikus zenéje, ebben nem lehet eltévedni. Én ezt megtartottam, és semmi más nem akartam közölni. Ezt a történetet, amit akkor azok az emberek, azok az alkotóemberek kitaláltak, ezt ma vizuális változatában megmutatni. Ez volt a cél. A Balázs Béle-féle forgatókönyv csodálatos, és csodálatosan egyszerű, mert végül is alapjául veszi a mesepszichológiát, vagyis a mesét, ami mindannyiunknak szól, és arról szól, hogy hősök akkor lehetünk, ha azt a sok-sok próbát kiálljuk. És nagyon egyszerűen és világosan van megírva, hogy a próbát nem a háromfejű sárkány, hanem a természet próbáin kell keresztül menni, a vizek és az erdő és a fák állják az útját a két főhősnek. Ezeket a próbákat a tündér, aki mindenek fölött van, ő indikálja. És végül ő engedi el az egészet, és az ő utasítására szűnik meg ez a külső támadás, és akkor tud találkozni a két főhős. Hozzám mindig nagyon közel álltak azok a feladatok, amikor valamilyen extrém karakter bőrébe kell bújni, és a tündér az ugye ilyen, tehát hogy semmiképpen nem egy semleges lény. Úgyhogy én ezt nagyon szerettem végigpróbálni is. Én úgy gondolom, hogy valakinek mindig vállalni kell ezt a szerepet. Ugye szokott lenni sárkány, szokott lenni óriás. Itt most a tündér kemény kettős szerepet játszik, tehát eljátsza a kegyetlen próbára állító szerepét, és tulajdonképpen a tündérnek nagyon tetszik a királyfi igazából, úgyhogy az is benne van titkon ebben az egész dologban, de soha nincs kimondva a mesékbe. De hát aztán mégiscsak át kell engedje a hozzávalóhoz. A királyfi karaktere rögtön a kezdőszínen megjelenik a király kisasszonnyal párhuzamosan. Két várban áll ez a két szereplő, és miután a királyfi megpróbál közel kerülni a király kisasszonyhoz, egy tündér megállítja, és különböző próbatételek elé állítja. Ezek után, miután leküzdötte ezeket az akadályokat, látván azt, hogy elutasító vele a király kisasszony, kitalálja, hogy úgymond farag egy fabábot, akit felruház különböző külsőségekkel. A királyfi készíti el végül is a fabábot, aki hát fel szeretné hívni a királylánynak a figyelmét. Miután a fabából elkészült, ezután a király kisasszony le is jön a várából, de a királyfit ezután már nem veszi észre, nem is foglalkozik vele, igazából hidegen hagyja az ő személye. És akkor megjelenik a tündér, aki megeleveníti a bábut. Aztán elkezdődik a király kisasszony és a bábunak a kettőse. Mi
mindig leülünk a Balázsral, mindig leülünk és szétszedjük jelenetekre a dolgokat, és akkor ő elkezdi, és közben természetes, hogy neki mindig eszébe jut valami más, vagy másképp gondolja, hozzátesz még, tehát azok a bizonyos papírra leírott tervek, azok tudnak változni, tehát természetes egy alkotói igény, az nem papíron van, az csak egy kis kapaszkodó neki, és akkor igazából sorba valahogy lineáris, a történetben lineárisan halad a tanulás sorba, mert egyik jelenet a másikat hozza, tehát nem most akkor nem az elejét meg a végét csináljuk meg, van olyan, hogy akkor most megcsináljuk a szólódat, de akkor már tudjuk, hogy az hova formálódik. Természetesen az alkotó vágya, hogy valami újat csináljon, valami más csináljon. Ugye a művész embernek az egyik ismérve, hogy ő szeretne különlegesebb lenni, vagy más lenni, mint a többi, egyedi lenni. Mindenki szerintem ezzel a gondolatisággal indul neki, és aztán a balettteremben pedig elkezdődik a munka, a közös gondolkodás. Természetesen van is egy koncepció, de az azt gondolom, hogy változhat. Én mindig úgy dolgozom, hogy 50%-ban van valami a fejemben, és a másik 50%-at pedig a pillanat munkája adja hozzá és hozza létre. Ennek a darabnak a létrejötte ez egy éve kezdődött. Akkori asszisztensi feladataim abból álltak, hogy a koreográfus Balázs keze alá dolgoztam, mindent tudnom kellett a zenével kapcsolatban, az összes karakterrel kapcsolatban. Most a darab felújításán dolgozunk. Tulajdonképpen a dramaturgia voltam, és ez az elmondója a dolognak, hogy hogyan közvetítsünk, mit gondoljunk, milyen vagy te, hogy csináld, nem a technikai részében, mert arra van egy asszisztens. Tehát ami az alkotó és az asszisztens között van, tehát ezek a bizonyos instrukciók, meg egyáltalán, hogy merre forgassuk a szövegkönyvet, hogy csináljunk belőle tündér. Tehát volt egy olyan terv is, hogy a tündér fiú lesz. Aztán mégse. A királylánynál egy új beállónk lesz, ugye az egyik főszerep. Vele kell igazából a legtöbbet próbálni, de nagyon jól halad a próbaidőszak. Ugye az asszisztenseink is gyakorlatilag a táncművészekből kerülnek ki, az idősebb táncművészek, akik már nagyon sok mindent eltáncoltak és nagyon sok mindent megéltek, ők segítik ezeket az asszisztensi munkákat, és velük próbálnak a táncművészek. Közel egy éve mutattuk be, de most egy kicsi pikantériája az egész dolognak, hogy kaptam egy új partnert, hiszen Vince Brigitte, akivel ezt bemutatta az együttes, ő volt a király kisasszony, ő most szülési szabadságon van, úgyhogy most Karin Ivata tanulja be most a próba folyamat alatt a király kisasszony szerepét, és ezek után teljesen más megvilágításba kerülnek nagyon sok dolgok. Szóval nem is a lépésanyag változik ebben az esetben, hanem a viszonyok. Így egy kicsit át kell formálni ezt az egész kapcsolatot, azt gondolom így magunkra. Az új tagunk, Karin Ivata állt be a király kisasszonynak a szerepére, és most az a feladatom, hogy őt felkészítsem szerepre, technikailag, művészileg. Egy ilyen darabnál, ami tényleg tömény, kihagyni egy évet, az úgy majdnem, hogy nulláról. Tehát, hogy én is nézem vissza a videókat, és van úgy, hogy nagyon sokszor kell megnéznem egy ilyen kis apró részt, egy ilyen kombit, hogy rájöjjek, hogy akkor ez, hogy újra megszülessen bennem az érzés, hogy ezt én már csináltam, vagy tudom. Nálam a király kisasszony az egy ilyen, hát egy ilyen nagyon laza csajszi, aki gyakorlatilag már nem is kommunikál senkivel, nem vesz észre senkit, csak a mobiltelefonja van, az újságok, nincs már az a kommunikáció, hogy ugye egymással beszélgetünk, hanem a mobiltelefonja egy elvarázsolt lány, és ebből kiszakítva aztán valahogy majd egy kapcsolatot teremt a királyfivel, és valahogy észreveszi, és elindul a történet. Most ezekre gondolok, hogy én a mai eszközökkel próbálom megmutatni azt, amit egyébként 100 évvel ezelőtt gondoltak, mert így lehet szerintem a legegyenesebben, a leggyorsabban, a legérthetőbben eljutatni a ma közönségéhez a darabot. Egy vizuális mássága van a dolognak, és egy tánctechnikai megújulása természetesen. A mese marad, és nagyon érthető, tehát úgy gondoljuk mi ma, hogy a közönséget nagyon-nagyon sok információ éri.
egy ilyen kicsi rés maradt csak számunkra, ahol be tudunk lépni, és azt olyan kedvezően, intelligensen kell megoldani, hogy a történet mindig érthető legyen, tehát ne érezze úgy magát a néző, hogy jaj, buta vagyok a baletthez, nem értem, hogy mit csinálnak. Tehát van egyfajta színvonalas, kicsit elemelt, de közérthető dramaturgia. És itt a végén egyébként nyugodtan még, mert nehéz, ugye végig csöröksz, de itt kapcsolj ki, és itt jöjjön a csaj belőled ki, és nyugodtan megvan, elérted, amit akartál, add ide a kezed, hova, melyik kezed, most ezt adod a csinálni. Fizé, és utána megtes, teljesen csajosan ízzél, és nyertem, winner is, én vagyok, és akkor és jövök ki újból, az a kis csaj jön ki, oké? Okay? Hogy ott már ott ne táncosan, ott gyere vissza karakterbe rögtön. Jó? Tök csaj, és akkor cukibb. Én nekem erős elképzelésem vannak a különböző szerepekről. Még azt is mondom, hogyha olyan szerepeket formálunk, amiről könyvek vannak, vagy képek, illusztrációk vannak, akkor ezeken végig megyünk, hogy néz ki. Beszélünk a szerepekről, beszélünk a két szereplőnek a viszonyáról, a kapcsolatáról, a művészi ívekről, hogy hol van csúcsponton majd ez a szerep, és hol megy vissza. Egy ilyen két hónapos próbafolyamat alatt, ahogy a tánc elkezdi elnyerni a végső formáit, úgy a jellemet, a személyiséget is azért mögé kell rakni. Ez így is alakult az én esetemben. Szóval voltak instrukciók, igen, hogy itt most akkor milyen szituációba kell lennem, de maga a szituáció volt megteremtve, nem az, hogy nekem ebbe hogy kell éreznem. Egy belső felkészülés kell ehhez. Ez úgy tanultuk mi annak idején Eck Imrétől, hogy a táncban nem játszani kell, hanem egy bizonyos helyzetbe kell elhelyezni magad, és akkor az érzéseid és az érzékeid már tudnak úgy közölni. Ezek inkább szerencsés dolgok, hogyha van mit elmesélni. A királylány szerepese könnyű, aki ebből a kis csacska, kis elkényeztetett kislányból, hogy lesz egy sok szenvedésen keresztül menő nő, és hogyan éri el a jutalmát. Hát ez azért szép ez az egész, mert ha végig gondoljuk a saját életünket, hát mindannyian megyünk keresztül folyamatosan, és akkor az ember arra gondol, hogy hú, ez a mai nap milyen rossz volt, és akkor arra lehet gondolni, hogy jó, de hát akkor léptünk egyet a kavicsos úton. Nekem például nagyon sokat segít a jelmez. Akkor pláne, ha van már világítás, tehát megszületik ott valami, ami egy ilyen nyers anyag vagy dolog volt a teremben mind végig, hetekig, hónapokig, és akkor onnantól kezdve nekem sokkal könnyebb abba belehelyeznem magam, de tényleg nagyon fontos, hogy nekem számomra is tiszta legyen minden egyes színpadra lépésemnél, akár most a Fából faragott királyfilm belül, hogy akkor nekem most mi a dolgom, mi a feladatom ott, és hogy én milyen szándékkal megyek oda. Mivel ez egy meglévő darab, én azt gondolom, hogy betanulni sokkal nehezebb egy meglévő darabot, mint beállni egy olyan darabba, ami éppen akkor készül, az sokkal nagyobb tere van a felkészülésnek. Most úgy csináljuk, hogy videóról tanuljuk vissza, ugye már egy éve nem játszottuk, azért sok mindenki szinte elfelejtette, azért ugye volt több darab most itt repertoáron. Először megtanuljuk a sorrendet mindig, hogy a lépések ne okozzanak problémát, mert ugye először mindig az van, hogy a lépéseken kell gondolkozni. Szóval amíg az nincs úgy meg, nincs úgy annyira testben, fejbe benne, addig nagyon a karakterrel annyira nem lehet foglalkozni. Szörnyes színházi ember vagyok, és nekem nagyon fontos, hogy ne csak testek és mozdulatok és ívek és vonalak legyenek, hanem művész is legyen ott abban a pillanatban egy húsfér művész, aki belebújik abba a szerepbe, amibe kell, és azt a leghitelesebb módon próbálja eljátszani. És amellett pedig nagyon fontos, hogy egy erős tánctechnikai tudásuk legyenek a klasszikus balettben, vagy épp a modern tánctechnikákban. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem idáig tartunk.
az arcokat nem kell vágni, mert az mesterséges. Hát tulajdonképpen ott van a testünknek és az arcunknak a óhatatlan beszéde az érzelmeink után. Tehát, hogyha bármi ér minket, meglátszik rajtunk, arcunkon is meglátszik. Tehát nem kell mesterségesen mimika órára menni, de hát nyilvánvalóan az arcot is eléri a dolog. Akkor meggyőző a táncos valóban, ha az arcával is, meg az egész megjelenésével közöl. Tulajdonképpen a közönségnek a mozgás az nem elég. Ne csak abból érezzem, hogy nem minden klapból, hogy a Szilárd úgy állandóan a mozdulataiból elmegy, hanem őrülten te. Amikor távolodtok és amikor vissza kell menni, akkor sokkal intenzívebb, dinamikusabb legyél. Tapadj rá rögtön, mint a matrica, jó? De jó, egyébként tetszik. Technikailag tök szuper. A bábú egy robotnak is végül is fel lehet fogni, akibe, hát mondjuk úgy, hogy egy akkumulátor van, ami egy idő után lemerül. És ahogy halad az idő, ez be is következik, egyre robotosabban mozog, lemerül, abba hagyja a mozgást, akkor történik be a cselekménybe, hogy a király kisasszony is hát kiábrándul belőle, illetve elveszti az érdeklődését. Aztán végül a mi történetünkben van egy olyan kis csavar, hogy a bábú a végén már a kicsit ellene is fordul a király kisasszonynak. A királyfi a darab legelejétől a darab legvégéig a színen van. Egyszer kell kimennem, egy felső tárcserélnem, egy úgymond egy jelmez csere van, az is egy körülbelül 5 másodperc alatt meg kell, hogy történjen. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nehéz feladat, mind művészileg, mind technikailag, tánctechnikailag, és nagyon sok olyan jelenetem van, ahol csupán csak egy kiálláson van, és hát ott muszáj játszani, muszáj azt, hogy a belső gondolatot valamiképpen leképezni az arcunkra is, hiszen abból tud a néző is merítkezni. Azért volt nekem furcsa, vagy nehezebb egy kicsit ezt próbálni, mert az elején ugye fölraktunk egy vázat erre a koreográfiára, meg voltak a szólók, duettek, ezekkel a fákkal, erdőkkel történő mozgások, mozgatások, plexik vannak a darabban, amik szimbolizálják a fákat, magát. És ezeket így felraktuk így nagyjából, tehát ilyen szerkezet kész volt a dolog, amikor színpadra kerültünk vele, és akkor azt kérte a Valás, hogy amennyit lehet legyek színen, hogy minél inkább kihangsúlyozzuk azt, hogy ezt az egészet én mozgatom, és én irányítom, és általam van. És az volt a nehéz ezeket a töltelék dolgokat megcsinálni a darabban, amikor igazából konkrét koreográfia nincsen, nincsenek mozdulataim, nincsen beállítva semmi, hanem meg kell találnom, olyan átmegyek, körbe megyek körülöttük, csak el vagyok egy ilyen hátsó fal résznél, de ott jelen kell lenni. És nekem igazából az volt nehéz, mire megtaláltam, hogy tudok úgy viselkedni és létezni ott, hogy a számomra is hiteles legyen. Nagyon fontos a táncművészetben is az instrukció, tehát hogy hogyan lehet egyszerű szavakkal a táncos segíteni az előadói elvárások útján. Ez is nagyon érdekes, ez egy rendezői tudás tulajdonképpen. Azért mi, hát hozzá kell tegyem, hogy 57. évét éri a Pécsi Balett, és most önállósultunk. És hát nagyon sokat tanulhattunk, és Vince Balázs is, aki folyamatosan színházi környezetben nőtt föl, nagyon-nagyon sokat tanulhatunk a rendezés kritériumaiból, tehát azok mind felhasználhatók a táncos instruálásra. Ha egy táncos nő nem tudja tényleg nőiesen megsimogatni azt a férfit, akkor megmutatom, legyen az egy lány szerep, vagy legyen egy fiú szerep, és így dolgozunk, szóval, hogy és aztán mozdulatban pedig mutatok valamit, és azt megpróbálják akkor megcsinálni, vagy kérek olyan mozdulatokat, amit kielemzünk, hogy mi, és akkor azt reszeljük. Nagyon ritkán van az, amikor, mert nagyon-nagyon kreatívak a táncvészeim, amikor begurulok, és akkor fölállok, és akkor most akkor megmutatom. Az általában 5 percig szokott tartani, leesik a vércukrom, egy ilyen Shrek színű zöld szín jön az arcomra, le kell feküdnöm, és nagyon vicces, mert ezt általában minden koreografáláskor 1-2 alkalommal eljátszom, de már be van készítve a szőlőcukor, és már jönnek, hogy főnök,
akkor gyorsan vedd be azt a 2-3 szőlőcukrot, beveszem, jobban leszek, és akkor megyünk. Megyünk tovább. A táncban nagyon egészen más, mint a prózai felkészülés. A táncban hamar el kell készülni a dologgal, és utána van még csiszolás technikailag, tehát rengeteg idő és éjjel-nappal próbálás történik. Például, hogyha van elsőjén egy előadás, és utána 6-án, akkor is kell próbálni. Nem csak a lépéseket kell újra felidézni, hanem a kondíciót. Tehát minden egyes előadásnak másfajta kondíció szükséglete van. Olyan, mint a 6-7-féle sportot csinálnánk. Tehát ahány előadás, annyiféle fizikai terhelés rakódik a táncosra. Tehát nem csak a memóriában. Nagyon érdekes, nagyon sokféle feladat. Ezt nem gondolná senki, hogy a táncos agyába, hogy ahány lépés van, ott minden egyes testrészen más felé fordul. Hát hogy lehet? A futásnál csak 2 kell igénybe vegyek, 2 félét, de mutatok egy táncos pozíciót, hát, és azt nem én találom ki, ide néz a szemem, oda a vállam, azok mind megszabottak, tele vagyunk szabályrendszerrel. És akkor megvan a premier, akkor ha érezzük, hogy siker van, akkor az egy megnyugvás, de a táncművésznek nagyon nehéz dolga van, mert aztán egy hét múlva, amikor újból van, neki újból tökéletesen azt a versenytorna gyakorlatot, vagy bármit most, csak hogy egyszerűsítsük, meg kell tudnia csinálni, mert ha nem csinálja meg, akkor az látszik. Büszke vagyok mindig a társulatra, mert azért ez mindig tényleg egy nagyon nagy közös munka során érjük el ezeket a sikereket, és ezután mindig igen érzek egyfajta nem elégedettséget, hanem egy örömöt, hogy ezt is teljesítettük. A premier előadás azért egy komoly stressz. Egy várakozás a táncművésznek, hogy ő maga egy személyében sikeres lesz-e. Várakozás a koreográfusnak, hogy a darab sikeres lesz-e. Azokat a tánctechnikai elemeket tökéletesen meg tudja csinálni a táncművész. Lezárul egy folyamat, ez mondom ilyen hetekig, vagy akár egy-két hónapig tartó próba folyamat, ami ezzel a bemutatóval lezárul. Viszont jó esetben utána még van pár előadás, tehát hogy a bemutató másnapján akár, vagy az azt követő egy hétben, mert az nekünk is jó, hogyha hosszabb időt nem hagyunk ki. De egyébként egy megkönnyebbülés, igen, pláne ha úgy éljük meg, hogy ez jól sikerült, és hogy azt sikerült ott csinálni, amit szerettünk volna. Azt gondolom, hogy azért érdemes megnézni ezt a darabot, mert nagyon sokat merít a mai világból, nagyon megmutatja, hogy milyenek vagyunk ma valójában a mai fiatalság, és mivel ez egy régi népmese, ezért olyan értékeket tartalmaz, ami nagyon tanulságos, ami talán ma már azt lehet mondani, egy kicsit kiveszett a világból, a fiatalságból. Ez egy olyan történet, amelyet minden egyes ember megél szerintem az élete folyamán. És ha nem élt meg, akkor nagyon jó azért megnézni, mert amikor eljut oda, akkor ez egy visszatekintés lehet. Ha valaki már megélte azt, amit a darab mutat, akkor el tud gondolkodni, hogy lehet, hogy máshogy kellett volna csinálni. Ez a Bartók mű, ez szerintem örökérvényű. A mai világunkra nagyon jellemző ez a külsőségekbe való kapaszkodás, a külsőségek alapján való megítélése a másiknak. És ez egy kicsit remélem, hogy ráébreszti igen az embereket, hogy nem minden a külső, és igenis vegyük észre azokat az értékeket, amiket magunkban hordozunk, vagy a másik magába hordoz. Valami csodálatos összefonódása van ebben a koreográfiának és a zenének, ez csodálatos tulajdonképpen, hogy olyan a zene, mint egy hajó, amin ül rajta a tánc, és fantasztikusan kifejezi a dolgot, és hát maga a történet megvalósítása, most mondjam el a végét, olyan gyönyörű, hogy fölmennek végre, találkoznak abba a bizonyos lépcsős várba, megfogják egymás kezét,
majd leülnek egymás mellé a lépcsőre. Hát ez valami gyönyörű, hogy nem egy ilyen amerikai happy endes vége van, hanem már rögtön kezdik megbeszélni, hogy akkor holnap mit főzünk, vagy mi lesz holnap a dolgunk, úgyhogy nagyon szép.